Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem jól vagytok. Én ismét itt vagyok az én kiskonyhámban, mint minden héten. Ma az isteni finom kanolit fogom elkészíteni nektek, ami nagyon-nagyon híres itt Olaszországban, talán ugyanolyan híres, mint a tiramisu. Nincs is olyan szerintem, aki ne ismerni a kanolit, egy szicíliai receptről van szó. Nagyon-nagyon finom, és nekünk volt már fönt a csatornánkon ez a recept, de sajnos le kellett vennünk, mert a YouTube nem engedélyezte. Egyébként a családunk kedvenc receptje a kanóli, úgyhogy nagyon szívesen készítem, mert legalább újra eszünk kanólit. Úgyhogy semmi probléma nincs, úgyhogy gyertek velem, és akkor lépésről mutatom. Tudjátok, nekem minden egyes receptem az eredeti formájában van elkészítve, és mindenkit erre kérek, hogy ne vegyetek el, ne adjatok hozzá, mert akkor nem ugyanazt a receptet fogjátok megkapni, ezt már nagyon sok videóban elmondtam, mert ha így készítitek el, ahogy én, lépésről lépésre, 100%-os a siker, a család imádni fogja, meg lesztek elégedve, úgyhogy hozzá is kezdek, nem szaporítom tovább a szót, tudjátok, minél előbb elkészül, annál előbb kóstolunk, oké? Először is azzal kezdem a receptet, hogy a lisztet átszitálom szépen. Hozzászitálom a kakaóport. Egy kis kanál só mehet hozzá. Mivel a tojásból csak 20 g szükséges, először felverem, kimérek belőle 20 g-ot, és azt teszem a tészta közé. Most hozzáöntöm a marsallát. Biztosan tudjátok, a marsala egy szicíliai bor, illatos, fűszeres bor. Hozzáöntöm a háztartási ecetet, és legvégén hozzáadok egy kanál disznózsírt. Egyébként, aki Magyarországon él, szerencséje van, mert nagyon klassz disznózsírokat lehet kapni, úgyhogy úgy gondolom, hogy semmi probléma nincsen. Abba a tévhit, vagy ez egy picit tévhit, hogy vajat kell hozzáadni, nem vajat kell hozzáadni, hanem disznózsírt. Ez az eredeti recept a disznózsírral, oké? Nagyon egyszerűen összeállítom. Ez is tulajdonképpen egy gyúrtészta, de pillanatok alatt össze lehet állítani. Azt szeretném még mondani, hogy a disznózsírt a hűtőből vegyétek ki, szóval hideg legyen, vagy spejszből ki, hol tartja. Egyébként Szicíliában nagyon-nagyon sok recept található zsírral, disznózsírral, sőt, vannak olyan pizzériák, ahol az olívaolaj helyett disznózsírt használnak a pizzába. Úgyhogy ez se egy idegen dolog. Én is készítettem már többször disznózsírral pizzát, lehet, hogy fogok majd olyan videót is készíteni. Ha szeretnétek, bármilyen kérésetek van, nyugodtan írjatok, nagyon sokféle kérdések jönnek, aminek nagyon-nagyon örülök, mert így fejlődünk mindannyian, ti is, én is, nagyon-nagyon klassz, nagyon szívesen válaszolok, úgyhogy bátran nyugodtan írjatok, rövid időn belül mindig mindenkinek szoktam válaszolni. Látjátok, először egy picit morzsalékosabb, de össze fog ez állni, csak kezd puha lenni, csak először egy picit nehezebben megy. Úgyhogy amíg a zsír nem olvad meg, addig egy picit morzsalékosabb, nem igazán veszi fel a lisztet, de minél jobban gyúrjátok, annál puhább lesz, annál jobban össze fog állni a tészta. Ne ijedjetek meg, nem, semmi probléma nincsen, csak gyúrni kell tovább. Ennek az állaga olyan, mint egy házi gyúrt tésztái, teljesen olyan az állaga, mondjuk elég jó puha. Ez azért egy 10 perc kell, amíg összetudjátok állítani, hogy szép állaga legyen. De készen is vagyok, szépen elgömbölyítettem, ráteszem a folpakot, és akkor beteszem a hűtőbe körülbelül egy óra hosszára. Mielőtt elkezdenétek készíteni a tésztát, a ricottát le kell csöpögtetni. A ricotta az krémes, de még ezen a szűrőn átnyomom szépen, és akkor még krémesebb lesz az egész.
hozzáadom a cukrot, hozzáadom a csokilencsét, de a csokilencséből nem érdemes sokat tenni, mert nehogy megszínezze ezt a hófehér rikottát. Csokilencsét érdemes vásárolni, mert ha megdaráljátok vagy apróra felvágjátok a étcsokoládét, akkor elszínezheti, könnyen elszínezheti ezt a hófehér rikottát, és nagyon sok helyen hallottam, hogy nagyon-nagyon kényesek az olaszok arra, hogy a rikotta nehogy elszíneződjék, hogy szép hófehér maradjon, azért nem érdemes beletenni a csokilencséből is sokat. Kivettem a hűtőből, hagytam egy órát állni. Picit lelisztezem a gyúródeszkámat, és akkor ezt ketté vágom. Ezt újra, ami fenn maradt, ezt letakarom a folpakkal, és akkor ezt szépen kinyújtom, és akkor elkezdem a tészta nyújtóval kinyújtani. Szépen szétnyújtottam a kezemmel, és most a gépen a legtávolabbi pontra teszem, és akkor azzal nyújtom egy párszor, és akkor utána mindig szűkítem a hengereket, és akkor nyújtom vékonyra. És addig nyújtom, amíg 1 mm-es tésztát nem kapunk, de mutatom azt is lépésről lépésre, oké? Nagyon-nagyon vékonyan belisztezem, és akkor picit szétnyújtottam a géppel, és akkor most hagyom, és akkor jobbról-balról felhajtom, picit szétnyomom a kezemmel. A tészta nyújtónak a legtávolabbi pontját állítottam be, és akkor ezzel itt most szépen áthajtom. Most fogom, és akkor hosszába hajtom. Látjátok, milyen jó rugalmas? Most már hosszabb a tésztám, és akkor ilyenkor én ketté szoktam vágni. Ez most már az utolsó szám, az utolsó szűkítés, és akkor utoljára nyújtom át. Látjátok? Ez körülbelül egy 1 mm, ennyi. Szépen levágtam mind a két oldalát, és akkor most felkockázom. Ha esetleg nem egyforma a szélessége, semmi probléma nincsen, mert tudtok rajta egy picit alakítani, nyújtani, úgyhogy fogom mutatni mindjárt. Ide készítettem a kanóli csöveket, a tésztát, a tojást, mert ezzel fogom összeilleszteni, és akkor most mutatom lépésről lépésre. Azt szeretném mondani, hogyha nem tudtok mondjuk beszerezni kanóli csövecskéket, akkor, mivel a kanóli, az tulajdonképpen azért kanóli, mert a bambusz nádat vágták fel annak idején, és abba sütötték meg ezeket a tésztákat. Láttam már szicíliai receptben is, hogy nem bambuszon volt sütve, hanem fa rudacskák voltak, olyannal is készítik, úgyhogy ez is egy jó ötlet. És akkor mutatom most, hogy készül a kanóli. Kezetekbe veszitek a tésztát, egy nagyon picit középen meghúzzátok.
átlósan, és akkor belehelyezitek a kanóli rudat, az egyik oldalát megtojásozni, egymásra hajtani. Ennyi az egész. És akkor így sütöm meg. Akinek nincs csövecskéje, vagy nem tud szerezni, akkor egy ilyen a sima lapot meghagyja, és akkor kisütetek így, és akkor rétegezitek. Ez egy érdekesség, ha szeretnétek, így is kipróbálhatjátok, oké? Okay? Akkor most én el is kezdem a sütést. Tudjátok, mindig magyarolajjal, én mindig magyarolajjal sütöm. Ez egy jó tanács, mert nagyon sokszor fel lehet használni. Látjátok, amikor jó dolgozunk, akkor ilyen gyönyörű hólyagosnak kell lenni a tésztának. Ropogós, hólyagos, és akkor szépen megfordítjátok. Lehet látni, amikor már meg van sülve. Ó, de gyönyörű. Így, né? Egyébként meg nagyon vékony a tészta, úgyhogy gyorsan sül. Úgyhogy ezt már én kis fogom venni. Gyönyörű, gyönyörű, mamma mia, isteni. Szépen kihűltek a kanólink, nézzétek milyen csupa-csupa buborék. Látjátok, így szépen megmozdítani, és akkor gyönyörű szépen le lehet húzni. Elkészültem a kanólik megsütésével, úgyhogy most betöltöm, és akkor megmutatom, hogy hogy szokták itt díszíteni. Először veszek egy kanólit, nézzétek, pihe könnyű, úgyhogy nagyon klasszul be lehet tölteni kanállal, egyébként tényleg kanállal szokták, vagy habzsákkal is lehet tölteni, kinek mihez van kedve, és akkor jó be lehet tölteni. És akkor szépen beleforgatom a pisztáciában, nézzétek milyen gusztusos, mamma mia, bomba bomba. A másik felére pedig teszek egy szemkandírozott cseresznyét. Gyerekek, ez világvége. Elkészültük a kanólikkal, hát isteni finom, nem is tudok mit mondani, megmondom őszintén, nagyon-nagyon finom, ropogós, friss, hát mint egy jó fagyi. Tudjátok, a ricotta, a pisztáciával, kandírozott gyümölcsöl, hát mamma mia, nem is tudok mit mondani, nagyon-nagyon finom, készítsétek el, próbáljátok el ki. Ha véletlenül, ha például nem tudtok kanóli formákat szerezni, a kanóli lapokat, akkor nem kell behajtani ilyen tölcsér alakba, mint ahogy láttátok, hanem csak egyenesen kell kisütni. Úgyis nagyon-nagyon finom, az élvezeti értéke ugyanaz. Köszönöm szépen, ha megnéztétek ezt a kis videót. Aki nem iratkozott fel, az iratkozzon fel. Minden héten új videókkal jövünk. Finomabbnál finomabb recepteket osztunk meg. Bon appetito! Ciao! Ciao, ciao! Találkozunk jövő héten! Sziasztok! Ciao, ciao! Na, most akkor én ezt itt szépen meg is eszem, meg is kóstolom.